Sziasztok! Kristóf, a kockás ember, ez pedig nem más, mint a hétfő bemutató. A egy picit kakuktojás tojás lesz, ugyanis ezeket a készleteket eladásra adtam össze, viszont ha már elkészültek, úgy gondoltam, hogy egy nagyon jó bemutatása annak, hogy mi változott 19 év alatt, mennyire változott meg a szemlélet, mennyire más, mondhatom azt, hogy generáció nőtt föl, és mennyire más generációnak ö, próbálták eladni a LEGO készleteket, Főleg úgy, hogy egy, egy témakörről beszélünk, hiszen most a Space témakörben vagyunk. Nekem, nektek jobb, nekem bal oldalamon az Mtron 6956-os készlete van, még a másik oldalamon a Space Police, amit már a rajongók hármas száma jelölnek, tehát a Space Police 5973-as készlete van, és 19 év van köztük, hiszen az m az 1990-es, míg a Space Police-os készlet pedig már 2000 9-es. azért jó összehasonlítás igazából, mert 1990-ben, sőt már 89-ben kihozta az altémákat a LEGO a Space témakörben, 89-ben volt a Futron, a Blacktron, illetve a Space Police, és 90-ben annyit változtattak, hogy már nem a Futron volt az egyik altéma, hanem az Mtron. tron Róluk azt kell tudni, hogy ők a kutatók voltak ebben a világban, és a Blackstone volt a gonosz, akik ezeket a kutatásokat le akarták hát, rabolni, és a Space Police próbálta ezt megakadályozni. Úgyhogy ez az ő világok, és ha átnézünk erre az újabb készletre, akkor itt is ugye megvan nekünk a Space Police, illetve vannak a gonoszok, és itt igazából is lehet kezdeni, hogy mi a különbség a kettő között. Hát míg a régi 1990-es korszak az láthatóan az űrben történik, az, az, űr a lényege, tehát az mindenképp a space hangulatában benne. Ez a 2009-es már nem nagyon hívnád űrnek, sokkal inkább el tudod képzelni egy sokkal inkább modern földi, vagy bármilyen más bolygón lévő városnak a rendőrsége és a, a bűnözői között, hiszen a, kész, a maga a járművek azok sokkal inkább hajaznak egy ilyen városi vagy bolygó közeli utazó főleg, hogy rendesen a gonosznak egy kocsi kinézete van. De sokkal inkább passzol ebbe a világba, mint a Space világába. Tehát a 19 év ennyire látszik ezeken a készleteken. Főleg azt hozzá kell tenni, hogy a Space világában 2001-ben volt egy úgymond törés, ugyanis 2007-ig nem adtak ki új Space készletet, ez főleg a Star Wars megjelenésének volt köszönhető, de akkor volt egy kiadás, és látszik, hogy az újraindítás az már nagyon más gondolatvilágban volt. De ennyire nem kell elveszni a történelmi dolgokban, nézzük inkább a készleteket. Maga az Emtron, aminek a volt ennek a úgymond termékcsaládnak, vagy altémának, az az, hogy megjelentek benne a mágnesek, amik már ugye már benne voltak, ezek a mágnesek magában a vonatos készletekben is itt is elhozták a Space-be, méghozzá 8 darabot, tehát hatalmas impozáns mennyiség. de mire használjuk a mágneseket? Hát egyrészt a legelején, ami szerintem a lehető a legérdekesebb, található egy kis kocsi, egy ilyen kis hát úgymond földi járgány, amire a mágnes segítségével ugyanúgy rá lehet kötni más dolgokat, hiszen két oldalt kapunk két-két ládácskát az oldalán, illetve a hátulján egy nagyobb dobozt, és ezt még ráadásul egy darus mechanika is megtámogatja. Nagy érdekesség a doboznak, amit én egy kicsit furcsa adtam is, hogy jó az alakja, viszont ha kinyitjuk a két oldalsó ajtót, akkor egyből egy, egy kerítésen ember találjuk szembe magunkat, ami bent tartja a motyót, de hát így pakolni is egy kicsit nehezebb, tehát így az ajtó ilyen, hát van-van, de minek kategória. És ahogy látjátok, a daruval szépen be lehet tenni a helyére. Más érdekesség igazából nincs benne, van oldalt két ajtónk, de igazából ugyanúgy a belső részbe lehet bejutni, amit felnyitva az üvegablakot megkapunk. Láthatóan egy kisebb készlet, 212 elemből áll. Nem ez volt a csúcsragadója a Emton készletnek, hanem egy nagy űrjármű, de ez is egy nagyon kis komoly kis űrhajó lett. Térjünk át a másik készletekre, most a készletre, de igazából két járműre. Ahogy mondtam, a gonoszok kocsia aktívan hogy az autóra, ez első hátsó lámpák, meg van spékelve azzal, hogy már ebbe a korszakba eljött a közös játék élményét is belecsempészték a modellekbe, míg itt lövöldözős dolog nem volt, itt már van. Tehát az elején kapunk két kis kilőhető ágyút. Én nem rajongok érte, kicsit felséges tartom, de tény, hogy némi játék kell a gyerekköcöknek. Más egyébként nem is tud ez a kis kocsi, nyilván levehető a tetőbe, lehet ültetni a gonoszt. Illetve a csomagtartóban van a kis ládájuk, amiben az aranyudak találhatóak. És térjünk át a rendőrökre, ahol megtaláljuk igazából a lényegét annak, hogy miért van kidövő a rendőrökön. is van egy börtön a űrhajó hátulján, amire van egy kis mechanizmus, amivel ki lehet pattintani a tetejét a börtönnek, és akkor ki tud szabadulni a gonosz. De ezt lehet eltalálni, ezzel lehet játszani. Tény, hogy egy ez egyből szempontból tökéletes. Egyébként semmi extra, egy rendes űrhajó, hajazza, régi világra, tehát azért föl lehet fedezni benne a régi űrhajós dolgokat, és én egy dolgot emelnék ki rajta, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, az meg pedig a hajtómű, tehát az, hogy van egy fő hajtómű, ez képest sok kicsi van mellette, és ez egy nagyon jó kinézetet biztosít neki, én ezt nagyon-nagyon tetszett, nagyon ötletesen van kitalálva. Maga a készlet egyébként 442 teremből áll, tehát nem egy nagy dolog, mondhatnám azt, hogy duplája, mint a m de hát két kocsit is kapunk benne. Mindenki szerintem meg a maga kedvencét, én azt gondolom, én, mint automániás, nekem ez az autóból átlakított hát repülő inkább így hívnám, nagyon tetszik, de tény, hogy a régi spaces, a régi úgymond kicsit darabos építés, azért még mindig az nekem inkább a szívem csücske. Életben meg hogy nektek melyik tetszik a kettő közül, mert bizony nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire Hajaztok erre az újabb világra, vagy inkább mennyire vagytok a régi világba, mert tény, hogy nem egyszerű eldönteni, azt kell mondanom. Még egy fontos dolog, amit nem mondtam, hogy míg a régi korszakban ugyanúgy űrhajósok voltak a gonoszok, ebbe az újban már az űrlények, tehát különböző űrlények vannak, ebbe a készletbe konkrétan a koponya testvérek vannak, illetve egy rendőrt kapunk benne. Térjünk is át a szokásos, kinek ajánlom, kinek nem. Azt gondolom, hogy space rajongóknak mindenképp tudom ajánlani. Nyilván mindenki megtalálja maga világát, hogy inkább az régi vagy az új. Ebben nem, nem tudnék tanácsot adni, mindenkinek, amelyik tetszik. Ezen kívül gyerekkötöknek, hiszen mind a kettő egy jó játszható, rengeteg dolgot ki lehet vele találni, tehát rengeteg történetbe lehet repülni velük. Gyerekkötök mindenképp. De hát ugyanúgy polcra is tökéletes, mint ahogy mondtam, az autós világba teljesen jól tud mutatni a polcon is, ugyanúgy, ahogy az m de akár egy diorámában mind a kettő gyönyörűen belefér, még akár azt is lehet mondani, hogy a modern, moduláris épületek közé is be lehet csempészni egy kis űrhajós érkezést, mert abban a világban ez sokkal jobban belepasszol. Kinek nem ajánlom? Hát, aki egy kicsit sem foglalkozik space nem épít space diorámát, vagy egyszerűen nem mozgatja ez a világ, nekik szerintem kár ezzel foglalkozni, nem akkora durranás a készletek, tehát nekik nem ajánlom. És így a videó végén, nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted, dobj egy lájkot, ha tetszett, iratkozz föl, hiszen tudjátok jól, ezer a következő célszem, hogy mindenképp szeretnék elérni a csatornával, támogassatok Patreonon, aminek itt látjátok is a linkjét, és a következő videóig mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok!